Nyertes top pályázatok. A terület és település fejlesztési operatív program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére eső 89,2 milliárd forintos forrásának harmadát már lekötötték. Súlyos baleset. Megkezdődött annak a buszsofőrnek a büntetőpere, akinek a vád szerint szerepe van egy balesetben, amelyben ketten meghaltak, 26-an pedig megsérültek. Partnerségi együttműködés. Közvetlen meghívást kaphatnak a Nyíregyházi Egyetemen végzett pilóták a Wizzairhez. A légitársaság 5 egyetemmel kötött erről megállapodást. Hamarosan elkezdődnek a megyei nagy beruházások. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A terület és település fejlesztési operatív program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére eső 89,2 milliárd forintos forrásának harmadát már lekötötték. Ebből az összegből több mint 180 projekt valósulhat meg, jelentették be a megyei közgyűlés vezetői csütörtökön sajtótájékoztatón Nyíregyházán. A 2020-ig rendelkezésre álló Európai Uniós pályázati forrásokból Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe jut a második legmagasabb támogatási összeg. A benyújtott támogatási kérelmek első körében a teljes forrásösszeg harmadát kapták meg a pályázatokat benyújtó önkormányzatok, szervezetek és társaságok. 90 milliárd forint a megyei önkormányzat rendelkezésre álló forrás keret, és erről egy harmadnyi döntés született, kb. 30 milliárd forint esetében megszületett a támogató pozitív döntés. A nyertesek, a pályázat kedvezményezettjei értesültek erről, és a mai naptól fogva ez nyilvános is számunkra is, lehet szemezgetni a pályázatok közül is akár. A brüsszeli támogatás segítségével belterületi utak építése, közlekedés és turizmusfejlesztés, városrehabilitáció, egészségügyi és más közösségi szolgáltatások fejlesztése valósulhat meg a következő időszakban az érintett településeken. A pályamunkák elkészítésében a megyei önkormányzat is segítséget nyújt a pályázóknak. Megyei önkormányzati hivatal közel másfél éve kezdte meg azt a támogató tevékenységét, amelyet a települések irányában végez. Közel 100 terület és település fejlesztési operatív programra benyújtott támogatási kérelemben veszünk részt. Ezek nagy részében projektmenedzsment tevékenységet, de szakmai támogatást is nyújtunk. Én úgy gondolom, hogy a munka dantárja ezután következik. A nyertes pályázatok megvalósítása lényegesen nagyobb szakmai és leterheltségbeli kihívást jelent majd a hivatal munkatársai számára. Az első körben nyertes projektek közül például ipari park fejlesztésre 2,7 milliárd, helyi gazdaságfejlesztésre 1,2 milliárd, a turizmus élénkítésére 4,8 milliárd, óvodák és bölcsödék építésére vagy rekonstrukciójára 6,3 milliárd, a zöldváros programra 1,7 milliárd, környezetvédelmi fejlesztésekre pedig 5,6 milliárd forintot fordítanak. A miniszteri biztos szerint a következő fontos feladat a támogatási szerződések megkötése lesz a nyertesekkel. Nyertesek kiértesítése az elmúlt napokban megtörtént. Megkapták a támogatáshoz szükséges okiratot. A támogatáshoz szükséges okiratokban föl van hívva minden egyes nyertes, hogy milyen jellegű feladat van ahhoz, hogy a támogatási szerződés megkötésre kerüljön. Én fölkérem most is ezen a sajton keresztül fehérvonyi nyertesek figyelmét, hogy ennek minél hamarabb tegyenek eleget, hiszen az elkövetkezendő néhány hétben szeretnénk mindenkivel megkötni a támogatási szerződést. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésre kerül, és előleget igényelnek, akkor pedig ezt minél hamarabb a kormány szeretné mindenkinek a számlájára eljuttatni. A tájékoztatón elhangzott a nyertes pályázó önkormányzatok és szervezetek részére, május 22-én partnerségi napot szerveznek a megyeházán, ahol választ kaphatnak a támogatások folyósításával és felhasználásával kapcsolatos kérdésekre is. Megkezdődött annak a buszsofőrnek a büntető pere a Nyíregyházi Járásbíróságon, akinek a vád szerint szerepe van a tavaly szeptemberben a Ludastó közelében történt közúti balesetben, amelyben ketten meghaltak, 26-an pedig megsérültek. A férfi a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, és azt mondta, mindent megtett, hogy elkerülje a balesetet.
Ez a 2016. szeptember 5-én történt baleset helyszíne a Nagykelló és a Geszterét közötti útszakaszon. Az ügyészség vádirata szerint az iskolabuszt már több éve vezető vádlott autóbusszal szállította haza a diákokat Érpatakra. A buszon 49 tanuló és 2 pedagógus utazott. A busz a megengedett sebességgel haladt a keskeny úton, de az egyik beláthatatlan kanyarban összeütközött egy vele szemben haladó, munkásokat szállító kis tehergépkocsival. A teherautóban 2 meghaltak, a buszon 26-an sérültek meg, közülük több gyerek súlyosan. Nagyon sajnálom, ma hozzátartozok ott is. Tudom milyen, a családban valaki meghalt, de most is azt mondom, balesetében vagyok felelős, nem érzem magam, mint másnak. Ezt vallotta a buszvezető férfi a csütörtöki tárgyaláson. A több mint 40 éve balesetmentesen közlekedő férfi a történtek felidézése közben többször elsírta magát, de hangsúlyozta, ma is ugyanúgy cselekedne, mint akkor. Az ügyészség vádja szerint a férfi azért felelős, mert a megengedettnél nagyobb ösztömegű járművel közlekedett, sebessége nem felelt meg az út és látási viszonyoknak, valamint nem vette figyelembe azt, hogy a keskeny úton a patkára kellett volna lehúzódnia ahhoz, hogy a 2 jármű egymás mellett elférjen. A nyomozás adatai szerint a kis teherautó elhunyt vezetője is felelős a balesetért, azonban vele szemben a rendőrség megszüntette a nyomozást. Ez a baleset olyan gyorsan történt, egy pillanat műve volt az egész. Mikor beértem a kanyarba, már észleltem a kis autót, húzottam jobbra, igyekeztem, próbáltam elkerülni a balesetet. De még abba is valahogy nem tudom, ha egy kicsit jobban lejjebb húzódok, ott egy méteres árok volt, ami az ajnövézetből nem látszott. És ha én ott még kicsit lentig tudok menni, akkor nagyobb baj lehetett volna, mert akkor beborulott az áron. A vádlott a tárgyaláson azt állította, hogy az úton 2009 óta nem volt kitéve súly- vagy sebességkorlátozó tábla, majd hozzátette, a mai napig nem tudta feldolgozni a balesetet. A büntetőper tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik a Nyíregyházi járásbíróságon. Közvetlen meghívást kaphatnak a Nyíregyházi Egyetemen végzett pilóták a Wizz Airhez. A légitársaság 5 egyetemmel kötött erről megállapodást. A partnerségi együttműködés értelmében a végzős hallgatók bekerülhetnek a Wizz Air képzési rendszerébe, aztán akár ott is elhelyezkedhetnek. Még ebben az évben 180 pilótát, 360 légiutas kísérőt vesz fel a légitársaság. Menyhárt Dánielt édesapja 4 évesen vitte el egy repülőnapra, 15 évesen már vitorlázó repült, és ezután döntötte el, hogy hivatásos repülőpilóta lesz. Jelenleg a Nyíregyházi Egyetem végzős pilóta hallgatója. A képzés nagyon magas színvonalú volt, nagyon jó, hogy mellette mérnökként tanulunk, ez egy nagyon jó műszaki alapot ad, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember ezt a szakmát végezze, illetve a gyakorlati képzés a Tréner Kft. Voltában nagyon-nagyon magas színvonalú tapasztalt oktatókkal és jó repülőgépekkel történt. Az itt végzett hallgatók általában még 1-2 évet repülőgépen oktatnak, aztán kerülnek el a légitársaságokhoz. A Nyíregyházi Egyetemen jelenleg 40 pilóta tanul. Az intézményben abban bíznak, hogy mivel nagy az érdeklődés a szakma iránt, a következő tanévtől 20 fő is bekerülhet a képzésbe. A bővítéshez viszont személyi és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Nyíregyházán 50 éve van pilótaképzés, a közforgalmi pilótaképzés fontos része az egyetemnek. A mostani együttműködés értelmében a Nyíregyházi Egyetemen végzett pilóták közvetlen meghívást kapnak a légitársasághoz. Az itt végzett hallgatók, illetve a pilóták, ők egy Európai Uniós rendelet alapján meghatározott program szerint kapnak kiképzést, de ez még nem egyenértékű azzal, hogy rögtön nagy szállítógépet vezethet. Ehhez különböző típus átképzéseken kell részt venni. Gyakorlatilag ebbe a programba hívja meg a Wizz Air az itt végzett pilótáinkat. A hallgatóknak annak ellenére, hogy a képzés állami formában nem támogatott 7 éves és az összköltsége 16 millió forint, érdemes jelentkezniük, hiszen a kezdőpilóták jövedelme magas, 800-900 ezer forintot is kereshetnek havonta. Tudni kell azt is, hogy ezen a képzési területen szigorú alkalmassági vizsgán is meg kell felelni.
5 felsőoktatási intézménnyel, köztük a Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a Wizz Air. A pilóta utánképzés biztosítása érdekében a következő 5 évben azzal számol a légitársaság, hogy a pilóták száma a mostani 850-ről 1500 fölé emelkedik, és még ebben az évben 180 pilótát, 360 légiutas kísérőt vesznek fel. Eddig több mint 1 millióan küldték vissza a nemzeti konzultációs kérdőíveket, mondta a sajtótájékoztatóján Jászai Menyhért, a Fidesz nyíregyházi elnöke. A politikus arra kéri a megyeszékhelyen élőket, hogy május 20-áig éljenek véleménynyilvánítási jogukkal, és a kérdőíveket kitöltve támogassák a kormány politikáját. Nagyon fajsúlyos kérdésekről van szó a konzultációs íven, amelyre minden magyar állampolgárnak kell, hogy legyen saját véleménye, és adjunk felhatalmazást a kormánynak, hogy a magyar érdekek képviselése Brüsszelbe. Legyen szó akár migrációról, nem kérünk a kötelező betelepítési kvótákból, legyen szó akár a nemzeti adópolitikáról, foglalkozáspolitikáról, az energia árszabályozásról. Markáns baloldali programot hirdet meg május 27-i kongresszusán az MSZP, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján Tukacs István, a párt országgyűlési képviselője. A politikus kiemelte, az igazságosság és az egyenlőség megteremtését tartják legfontosabb feladatuknak, és bíznak abban, hogy ezzel a programmal sikeresen szerepelnek majd a 2018-as országgyűlési választásokon. Igazságot akarunk tenni. Elsősorban abban, hogy aki többet keres, és többje van, többen járuljon hozzá a közöshöz, mert nagyobb a felelőssége. Másrészt azt gondoljuk, hogy az állami világban abba kell hagyni azt a gyakorlatot, hogy a vezetők fizetése és a dolgozók fizetése között kiáltó különbségek vannak. Harmadrészt azt gondoljuk, hogy a jelenlegi bérezési rendszer elfogadhatatlan, ezért megélhetési minimumot akarunk, hogy tisztességes élete lehessen mindenkinek, és drasztikus minimál béremelést. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott kijelölését sürgeti az Együtt. Lővei Csaba, a párt nyíregyházi elnöke kiemelte, a megyében már 4 hónapja nincs kormányzati megyei vezető. A politikus szerint azért is lenne fontos a kinevezés, mert olyan problémák vannak Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amelyek az országgyűlési képviselők és a kormány megbízott hatáskörét érinti. A párt szerint határon túli üzem szennyezi a Szamos folyó vizét. Azt gondoljuk, hogy tartatlan, hogy 4 hónapja nincs kormányzati felhatalmazással rendelkező, úgy fogalmazok, gazda a megyébe a Fidesz belső hatalmi harcai miatt, és mikor helyzet van, mint most is, mikor súlyos szennyezés van a Szamoson, mint az Együtt környezetvédelmi szóvivője, szakpolitikusa Baranyi Kriszta a múlt héten feltárta, sürgős kormányzati lépésekre lenne szükség, de nincs kormány megbízott. 500 000 euró értékű tűzoltó autót ajándékozott a svájci Bázelváros tűzoltósága vásárosnaménynak. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Bűnmegelőzési pályázat zárult Nyírbogáton. A Zene az kell elnevezésű program keretében a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeknek többek között zeneoktatást biztosítottak annak érdekében, hogy ne váljanak bűnelkövetővé. A legutóbbi 2 fordulóban aratott 2 győzelmével a tabella 11. helyére lépett előre a Máté Szalkai labdarúgó csapat. A kiesés elől menekülő együttesnél már 3-szor volt edzőváltás a szezonban. Ismét a Papik Zoltán által irányított stáb vezeti a szakmai munkát. Félmillió euró értékű tűzoltó autót ajándékozott a svájci Bázelváros tűzoltósága vásárosnaménynak. A Szabolcs megyei település tűzoltóságán jelenleg 15-en dolgoznak. Az ajándéknak köszönhetően hatékonyabbak és gyorsabbak lehetnek a jövőben. Ezt a tűzoltóautót kapta ajándékba a vásárosnaméni tűzoltóság, bár használt jármű, mindössze 78 ezer kilométert mentek vele eddig, így az állapota még újszerű. Ezzel hatékonyabban dolgozhatnak majd a helyi tűzoltók. A felszerelésünket tekintve van ugye egy állandó gépjárműnk, amivel vonulunk, és mikor itt voltak a svájci barátaink, akkor meglátták azt a visszaállító autónkat, ami helyett ezt mi kaptuk. Ugye ez egy eredeti IFA gyártmány volt, és akkor elcsodálkoztak, hogy még NDK termék van errefelé, és akkor döntöttek úgy, hogy ahelyett szeretnék ezt nekünk adományozni.
Az ajándékautó víztartálya nagyobb, és maga a jármű is gyorsabb, mint az eddig használt itt Vásárosnaményban. Korábban az egyik svájci klub tagjai látogattak a térségbe, akik a vendégszeretetet hálálták meg a tűzoltóautóval. Tudjuk, hogy Magyarország nem olyan gazdag, mint Svájc, ezért is gyűjtöttük össze közösen a klub tagjaival azt az összeget, amiből megvettük és ide szállítottuk ezt a tűzoltóautót. A Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóságnál jelenleg 15-en, 3 műszakban folyamatosan dolgoznak. Bűnmegelőzési pályázat zárult Nyírbogáton. A Zene az kell elnevezésű program keretében a szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeknek többek között zeneoktatást biztosítottak annak érdekében, hogy ne váljanak bűnelkövetővé. Több mint másfél éve működik a Nyírbogáti Gyermekvédelmi Központ, itt több lakóegységben élnek a gyermekek, összesen 40-en. A gyermekvédelemben nevelkedőknek fontos látni és megtapasztalni, hogy az előadó művészet kiváló lehetőséget biztosít nekik arra, hogy energiájukat ne rosszra, hanem alkotásra fordítsák. Ennek érdekében hívták életre Nyírbogáton is a Zene az kell elnevezésű bűnmegelőzési programot. A projekt Máté Szalkáról indult még 2014-ben, és nagyon fontos volt munkatársaimnak is, hogy ezeknek a fiataloknak, akik nagyon nehéz helyzetben voltak, nagyon hátrányos helyzetű körülmények közül kerültek ki, és kerültek intézeti nevelés alá, olyan tudatos és célzott programot indítsanak, ami megfogja őket. Ezáltal két célunk volt, egy, hogy megnyerjük őket ennek a programnak, kevesebb legyen a szökés, és egy picit neveljük is őket, főként a zenei, kulturális irányba. A gyermekvédelmi intézményekből még mindig sok gyermek szökik meg, közülük sokan váltak bűnelkövetővé is korábban, ám a statisztika javult az elmúlt években, többek között a Nyírbogátihoz hasonló projekteknek köszönhetően. Bűnözés az nem egy statikus állapot, hogy egyszer fölmértük, és akkor nem változik. Két éves cselekvési tervek, programokra van bontva a bűnmegelőzési stratégia végrehajtása, és minden két évben áttekintjük, hogy a bűnözés szerkezetében mi változott, milyen új jelenségek kerültek elő felszínre, milyen problémák szűntek meg, és ezen belül a stratégia biztosított a mozgástéren belül, ehhez igazítjuk a cselekvési terveket. Az intézetektől kapott visszajelzések alapján kedvező a kép, jó személyiségfejlesztési szintekről, illetve eredményekről számolnak be, ami biztos, hogy ki fog hatni a statisztikába. A Zene az kell elnevezésű program Nyírbogáton is zárult. Az elmúlt hónapokban a helyi és környékbeli gyerekek új hangszereken tanulhattak zenélni. A záró rendezvényen több zenei produkcióval készültek a programban résztvevő gyerekek. A legutóbbi két fordulóban aratott két győzelmével a tabella 11. helyére lépett előre a Máté Szalkai labdarúgó csapat. A kiesés elől menekülő együttesnél már harmadszor volt edzőváltás a szezonban, ismét a Papik Zoltán által irányított stáb irányítja a szakmai munkát. Az MMTK szombaton a tabellán közvetlenül előtte álló Tuzsért fogadja. A megyei első osztály legutóbbi fordulójában Mándokon 2-1-re győzött a Máté Szalka, amivel némi levegőhöz jutott a bajnokságnak még komoly célokkal nekivágó együttes. Az MMTK ugyanis a kiesés elől menekül, és a közvetlen riválistól elvett 3 pont duplán számít majd a végelszámolásnál. A szalkaiakat ismét az a stáb irányította, amelyik a 12. fordulót követően az addigi edző Siska Attila helyére lépett. Őket télen Fogarasi Zoltán váltotta, de mivel az eredmények nem jöttek, a 24. fordulóban elszenvedett Sényő elleni hazai vereséget követően ismét váltás történt a kispadon. Úgy döntöttünk, hogy visszaállunk a régi kerékvágásba, a jó magam vezetésével, háttér emberek segítségével, egy új szakmai irányítás mellett tettük le a voksot. Ez úgy tűnik, hogy ez sikerült is, mert most itt az edzőváltás óta 3 meccsből 7 pontot sikerült szerezzünk. Ezzel azt gondolom, hogy egy picit megnyugtatóvá tettük a helyzetünket, kicsit távolabb kerültünk a kieső zónától, de azért még van hátra 3 meccsünk,
nem nyugodhatunk meg kellőképpen. Még szükségünk van egy pár pontra ahhoz, hogy a szezon végén elmondhassuk azt, hogy sikerült kiharcolnunk a biztos bennmaradást, bár nem ez volt a tervünk, és az sem volt a tervünk között, hogy ennyi edzőváltás fog történni a szezonba, de ez így alakult, ezt most már így fogjuk befejezni. A tabellán a Máté Szalka a 29 ponttal a 11. helyen áll, a szintén 29 pontos, de egy meccsel kevesebbet játszó Tuzsér mögött. Az egyaránt 26 pontos Vásáros, Namény és Mándok szintén kevesebb meccset játszott az MMTK-nál. Nekünk még van egy szabad nap, azaz három meccsünk van, egy hazai, de a három meccsből mindenképpen szeretnénk kettőt megnyerni, amire szerintem reális esély is van. Hát ugyanazt játsszuk majd, amit az utóbbi négy meccsen. Gyors játékosainkat megpróbáljuk kihasználni elől, aztán lesz, ami lesz. De én úgy gondolom, hogy 6 pontot szerezni fogunk. A Máté Szalka a következő fordulóban a Tuzsért fogadja, majd Rakamazon és a szabadnapot követően a zárófordulóban Gyulaházán lépnek pályára Jeddiék. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Hamarosan elkezdődnek a megyei nagy beruházások. A terület és település fejlesztési operatív program Szabolcs-Szatmár Bereg megyére eső 89,2 milliárd forintos forrásának harmadát már lekötötték. Ebből az összegből több mint 180 projekt valósulhat meg, jelentették be a megyei közgyűlés vezetői csütörtökön sajtótájékoztató Nyíregyházán. Megkezdődött annak a buszsofőrnek a büntető pere a Nyíregyházi Járásbíróságon, akinek a vád szerint szerepe van a tavaly szeptemberben a Rudastó közelében történt közúti balesetben, amelyben ketten meghaltak, 26-an pedig megsérültek. A férfi a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, és azt mondta, mindent megtett, hogy elkerülje a balesetet. Közvetlen meghívást kaphatnak a Nyíregyházi Egyetemen végzett pilóták a Wizz Airhez. A légitársaság 5 egyetemmel kötött erről megállapodást. A partnerségi együttműködés értelmében a végzős hallgatók bekerülhetnek a Wizz Air képzési rendszerébe, aztán akár ott is elhelyezkedhetnek. Még ebben az évben 180 pilótát és 360 légiutas kísérőt vesz fel a légitársaság. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 11-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal, a magasban erős nyugati délnyugati áramlással továbbra is meleg, egyre labilisabb állapotú léghullámok érik el térségünket, az időjárási helyzet kedvez a záporok, zivatarok kialakulásának. Az éjjel eleinte változóan, majd gyakran erősen felhős lesz az ég, zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-12 fok között alakul. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, záporral, zivatarral, néhol jégeső felhőszakadás is lehet. A déli szél megélénkül, délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, az északi-északnyugati szél megerősödhet, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet az ilyenkor megszokott körül vagy kevéssel a fölött alakul, átmeneti kisebb lehűlés kettől valószínű.